Szevasztok! Öt szeretnék olvasni egy cikket, amit ma kaptam. És mielőtt felolvasnám, ez az Amerikai Népszavában jelent meg. Mielőtt felolvasnám, a Karika Gabi és más egyéb krisztusi lelkületű ilyen zonderkommandók miatt, vagy kommandósok, ahol magyarul mondanánk, el szeretném mondani, hogy a Bartus Lacival nagyon sok és nagyon, vagy nem, néhány nagyon lényeges ponton nem értek egyet. Nagyon-nagyon súlyos kérdésben nem értek egyet, de ettől függetlenül őt, mint aki a hídgyülekezetének a lényegével, a hamis tanításaival és Németh Sándor személyével és lelkivilágával és politikai kapcsolataival és tolvajlásaival kapcsolatban nagyon világosan és egyértelműen és következetesen kimondta az igazat. Ezért őt a Bartus Laci tisztelet érdemli. Megbecsülést illeti, tisztelet illeti, és megbecsülést érdemel, tiszteletet érdemel. Oké, tehát ez a disclaimer után akkor olvasnám. A cikknek ez a következő címe. Jogerős. Németh Sándort kötelezte a bíróság, hogy kérjen bocsánatot Bartus Lászlótól a hamis ügynökvádért. Amerikai Népszava, október 13, 2022. A fővárosi ítélőtábla a mai napon hozott jogerős ítéletében kötelezte Németh Sándort, a hídgyülekezetű vezető lelkészét, a Hetek című gyülekezeti újságot, és Szlazsánszky Ferencet, a Hetek újságíróját, hogy kérjen bocsánatot Bartus László újságírótól az általuk terjesztett valótlan, hamis ügynökvád miatt. Az ítélet szerint mindhárom alperesnek 15 napon belül kell magánlevélben bocsánatot kérnie, amit az ítélet szerint Bartus László szabadon bárhol nyilvánosságra hozhat. Az ítélet jogerős, fellebezésnek helye nincs, a bocsánat kérést végre kell hajtani. A jogerős ítéletet dr. Mózsik Tima elnök tanácsa hozta a fővárosi ítélőtáblán, mint másodfokú bíróságon. A megismételt fellebbviteli tárgyalás ügyszáma 8.pf.20.456/2022. Igen, én nem vagyok jogász, úgyhogy ezt meg nem mondom, ez a PF, ez mit itt akar. Dr. Magyarovics Gyula, esztergomi ügyvéd, 10 éve minden pert megnyert Németh Sándorral, hídgyülekezetével, a felbérelt gói motorosokkal, a Hetekkel, Szlazsánszkyval és Morvaival szemben. Fú, ezt pedig annyira szerettem volna tudni, hogy ez összesen hány darab. De ez, ha jól tudom, ez minimum 3, de lehet, hogy hát ha már csak ezeket a neveket nézzük, ez már több. Tehát ez egy jó pár. És azt mondja, hogy mindegyik. Tehát ez a doktor Magyarovics Gyula, esztergomi ügyvéd, 10 éve minden pert megnyert Németh Sándor és az többiekkel szemben. Azért ez érdekes, ez elgondolkodható kellene, hogy legyen. Az ítélet egy 10 évnél tartó pereskedés utolsó állomása, amelynek során a bíróság megalapította, hogy Bartus László újságíró soha nem volt 3x3-as ügynök, illetve soha nem volt egyetlen titkosszolgálatnak sem a munkatársa, ügynöke vagy hálózati személye. Németh Sándor valótlan tényt állított, hamisan rágalmazta meg az újságírót, aki a hídgyülekezete egykori tagja volt, és Németh Sándor szellemi, lelki és anyagi visszaéléseiről írt két könyvet és számos leleplező cikket írt. Németh ezért bosszúból szervezett egy lejárató kampányt ellene, aminek semmi alapja nem volt. A bocsánatkérés elrendelő jogerős ítéletre azt követően került sor, hogy Németh Sándor a Hitrádióban azzal kérkedett, hogy a hamis ügynökvád miatt született másodfokú ítélet eltörölt az elsőfokú ítéletből, hogy bocsánatot kelljen kérnie a személyiség jogaiban, jó hírnevében és becsületében megsértett, megrágalmazott személytől. A másodfokú ítélet arra hivatkozott, hogy az eredeti keresetben nem volt a bocsánatkérésre vonatkozó kérelem, ezért a kereseten való túlterjeszkedést jelentette volna a bocsánatkérés elrendelése. Németh azonban ezt az okot meghamisította, ugyebár. A Hitrádióban azt állította, hogy a másodfokú bíróság azért törölte el a bocsánatkérést, mert a bíróság is úgy értékelte, hogy ő semmi olyat nem tett, amiért bocsánatot kellene kérnie, mert ugyan nem tudta bizonyítani az ügynökvádat, de a bíróság is lehetségesnek tartotta, hogy az igaz. Németh ezzel a jogerős ítélet ellenére lebegtette tovább a hazugságot, a hamis ügynökvádat és a bíróság ítéletét is meghamisította, még arról is hazudott. Miközben a hamis ügynökvádra az első perctől kezdve semmiféle bizonyítéka nem volt, mert nem is lehetett, azt ő maga kóholta. Németh Sándor ezzel az újabb valótlan állításával házhoz ment a pofonért, mert Bartus László emiatt elővette a peranyagot, felülvizsgálatért a kúriához fordult, bebizonyítva, hogy a peranyagban volt a bocsánatkérésre vonatkozó kérelem, ezért a másodfokú bíróság erre vonatkozó ítélete jogsértő.
A kúria az újságírónak adott igazat, és kizárólag a bocsánatkérés tárgyában a másodfokot arra kötelezte, hogy új eljárást folytasson le. A fővárosi ítélőtábla mai napon ezt az új eljárást folytatta le, és jogerős ítéletében kötelezte Németh Sándort, hogy kérjen bocsánatot Bartus Lászlótól. Erre nem került volna sor, ha Németh Sándor nem hazudik a Hitrádióban, zárójelben is. A mostani jogerős ítélet száfolja Németh ott elhangzott állítását, miszerint a bíróság nem találta súlyosnak, amit tett, esetleg még egyet is értett vele, csak az ügynökvádat nem lehet bizonyítani. Ebből egyetlen szó sem igaz, mert a bíróság egyértelműen megállapította a jogsértést, a valótlan tényállítást, az újságíró teljes mértékben tisztázta a hamis ügynökvád alól, amely egyébként bizonyítható lenne, ha megtörtént volna. Azért nem lehet bizonyítani, mert nem igaz, mert soha nem történt meg. Mint ismert, nem egyszerű személyiségi jogsértésről volt szó, hanem Németh Sándor istentiszteleten idézőjelben a szószékről állította, hogy megvásárolta Bartus László állítólagos hatos kartonját, majd azt a szélsőjobboldali Gúj Motoros Egyesület felhasználásával hozatta nyilvánosságra, amiről az általa főszerkesztett hetekben Szlazsánszky Ferenc az 50-es éveket idéző firkálmányában úgy számolt be, mintha nem lenne hozzá semmi közük. Ez is szándékosan megkamisította Kennedy János szakértő nyilatkozatát. Hoppá! Németh lelkész tudatosan megszervezett egy lejárató kampányt, ami egy végtelenül primitív hamis hatos kartonra épült. A bíróságon nem tudta bemutatni azt az állítólagos hatos kartont, amiről azt állított, hogy megvásárolta, és ami nem lenne azonos a Gúj motoros hamisítvánnyal. Németh azt állította, hogy az ügynökvád legfőbb bizonyítékát megsemmisítette, és már nem emlékszik, hogyan nézett ki. A bíróságon elismert, hogy semmi bizonyítéka nincs, az ügynökvádat csak feltételezte, idézőjelben. Németh a hamis ügynökvádat részben bosszúból, részben azért építette fel, hogy hiteltelenné tegye Bartus Lászlót és a róla írott könyvet, azt a valótlan látszatot keltve, mint a ügynököt szerveztek volna mellé. Az volt az egyházvezető lelkész célja, hogy morálisan tönkretegye, lejárassa, hiteltelenné tegye és a nyilvánosságból kiszorítsa az újságírót, aki leleplezte a visszaéléseit. Ez szándékos lejáratás, az emberi méltóság, a becsület és a személyiségi jogok tudatos megsértése volt egy magát keresztény lelkésznek nevező egyházi vezetőtől, akit egy igazi egyházból ezért kirúgnának. Ha keresztény ember, még inkább egy lelkész megsérti valaki személyiség jogait, a becsületét és a jó hírnevét, még ha véletlenül és tévedésből tenné is, bírósági ítélet nélkül is bocsánatot kérne. Németh Sándort viszont bíróságnak kell köteleznie arra, hogy egy valótlan tényállításért az általa megrágalmazott embertől bocsánatot kérjen. Miután mi Németh Sándort sem kereszténynek, sem lelkésznek nem tartjuk, zárójelben erre vonatkozó képesítése, de még felsőfokú végzettsége sincs, zárja bezár, ezen cseppet sem csodálkozunk. Vajon képes lesz-e Németh Sándor bocsánatot kérni azért, mert bizonyítottan hazudott? Kíváncsian várjuk 15 napon belül a bocsánatkérést és annak tartalmát, amit nyilvánosságra hozunk majd. Azt is, ha az államilag elismert, bevett egyház vezetője nem hajtja végre a bíróság ítéletét, nem tiszteli a jogot, a bíróságot, az alkotmányosságot és a törvények fölé helyezi magát. Cseppet sem lennénk meglepve, miután egy olyan gátlástalan emberről van szó, aki Istenből, Jézus véréből csinál bizniszt, abból épít magának kastélyt, nyaralókat, palotákat, aki képes volt milliárdokkal meglopni a saját egyházát és híveit is. Biznisz egyháza adómentességet élvez. Itt a cikk vége. Na, hát akkor még egyszer, hogy ilyen szendvicsbe, mentegetőzés szendvicsbe csomagoljam ezt a dolgot. A Bartus Lacival nem értek egyet, súlyosan nem értek egyet több dologban. Ezzel együtt, amit a Németh Sándorról leírt, és amit én személyesen tudok tanúsítani, mert vagy aktív részese, vagy elszenvedője, vagy szemtanúja voltam azoknak a dolgoknak, amiket leírt, a lényeget tekintve, az, amit Bartus Laci leírt, az mind megállja a helyét, amiről nekem tudomásom van, amit leírt a könyveiben. Amiről nekem tudomásom van, azt mind alá tudom írni. A lényeget tekintve. Tehát néhol van az, hogy egy-két ilyen árnyalatnyi pontatlanság van, de amiről nekem tudomásom van, azt szeretném elmondani, és mondom, én ott voltam a székházban, amikor az egész autonómus balhé is lezajlott, előtte is, és
és még utána is egy darabig. Tehát tényleg test közelből láttam az egészet. Van egy külön fejezet, úgymond apámról és rólam, a Martus Lacinak az első gyülekezete kapcsolatos könyvében. Ezt a fejezetet szeretném majd felolvasni, és közkincsé tenni, és arra szeretnék fölhívni minden olyan embert, akit a szíve, lelkiismerete, vagy bármely más egyéb belső szerve erre indít, hogy tegyen hasonlóképpen. A Domonics Robinak a kiváló szúvicével élvén egy ilyen crowdsoundingot kéne csinálni. Tehát akiknek már felnyílt a szemünk ezzel az egésszel kapcsolatban, és a saját magáról szóló fejezetet, lehet ezt nyugodtan úgy is, hogy előtte egy ilyen kis, előtte-utána, mint ahogy én is most csinálom, egy ilyen disclaimerrel, hogy vagy a kontextusba helyezésre, mint hogy a Wikipedia szokta a YouTube videók alatt. De ez így lenne a leghitelesebb. Mert a mai napig, tehát az, ami a gyülekezetről nem született pontosabb, hogy mondjam, látlelet, ilyen, nem is azt mondanám, hogy pontosabb, hanem kimerítőbb. Mert pontos, hát mi az, ami pontos? Hát a Hollomikinek itt volt a látomás, az is nagyon pontos. Rengeteg ilyen látomás volt, született, látott napvilágot, és egyik pontosabb, mint a másik, de mindegyik egy más-más aspektusát világítja meg ennek az egész haláltábornak. Munka és haláltábornak. Na, hát röviden ennyi. Az Úr áldja meg a Bartus Lacit ezért is, hogy ezeket a dolgokat végigvitte, és a magamészről nyilván annyit mondanék, amiben nem értünk egyet, az akinek szüksége van erre, annak az Úr adjon világosságot, és következetességet, és alázatot, hogy amiben tévedett, abban felül tudja bírálni magát. Én továbbra is azt mondom, hogy a két azonos nemű ember közötti szexuális kapcsolat az nem egyenrangú, semmilyen értelemben, az két ellenkező nem közötti szexuális kapcsolattal, aminek egyébként gyerekek az eredményei. És továbbra is azt mondom, hogy egy kisbabát a fogantatás pillanattól kezdve megölni az gyilkosság. Ez az én véleményem, ezt szerintem minden normális ember, aki úgymond nem lett más módon indoktrinálva, az hasonlóképpen gondolja és érzi. Úgyhogy mondom, ezt csak ezért mondom, de ettől függetlenül, ami a fesz leszt, meg a fesz vant illeti, meg ezeket a bírósági ítéleteket, ez a nagy helyzet, ki kell mondani, Bartus Lacinak igaza volt, a Németh Sándor pedig hazudott. Ez van. Ja, és rágalmazott, és hát még ki tudja. Hát nyilván, hát ugye, hogyha megnézzük, hogy miről szólnak a könyvek, akkor azt is tudjuk, hogy effektív lopott. És akkor nem beszéltünk még úgymond a spirituális, meg teológiai tisztátalanságról. Hát minden jót akkor. Ez egy jó hír. Ez szerintem egy jó hír. Ez rámutat még nyilvánvalóban, még egyértelműben arra, hogy a Németh Sándor személyében nemhogy nem Istennek az emberével vagy szolgájával van dolgunk, hanem egy közönséges bűnözővel. Ez van. Hát, van honnan kijönni.